Ünnepeltek az Olimpiai Parkban. Kő Lajos az aranycsapat alapítvány elnökének régi álma volt, hogy az 1952-es Helsinkiben megrendezett olimpia magyar hőseinek egyedülálló sikereit egy emlékmű köszöntse. A gondolatot tett követte, és egy éve felavathatták a 16 arany, 10 ezüst és 16 bronzérmet hozó olimpia sikereit megörökítő Melokkó Miklós művet. Az évfordulón rendezett ünnepségen az olimpiai ezüstérmes labdarúgó köszöntötte a rendezvény vendégeit. Beszédében megköszönte a segítséget mindazoknak, akik segítettek az emlékmű megvalósításában, majd felidézte az emlékmű létrehozásának nehézségeit, azt, hogy először Helsinkiben, majd a magyar fővárosban szerették volna felavatni az alkotást, de nem jártak sikerrel, így 2 év küzdelem után került a szobor Székesfehérvárra, amely méltó helyszínnek bizonyult. Hangsúlyozta a 3 szent célt, amelynek eléréséért tovább dolgozik. Ezek legyen az 1952-es magyar olimpiai szereplés Hungarikum, tanítsák a sportolóhősök tetteit az iskolákban, és a következő 5 karikás játékokra innen a székesfehérvári emlékhelyről induljanak el sportolóink, miután letették az olimpiai esküt. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével az alkotó Melokkó Miklós is, majd beszédet mondott Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára. A politikus asszony így fogalmazott: csodálatos ez a délelőtt Székesfehérváron, ahol egy olyan emlékmű egyéves fennállását ünnepelhetjük, amelyre minden magyar csak nagy-nagy büszkeséggel gondolhat. Köszöntőjében visszatekintett a dicsőséges időszakra Tolcsvai Béla Kossuth-díjas énekmondó, Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész, Bogyai Elemér egykori 56-os forradalmár, Németh Nyiba Sándor birkozó olimpikon költő, Kozma Imre atya magyar máltai szeretetszolgálat alapítója, Balsai István Székesfehérvár korábbi polgármestere és országgyűlési képviselője, Rejtő Ildikó 2-szeres olimpiai és 5-szörös világbajnok törvívó, ifja Pap László a 3-szoros olimpiai bajnok ökölvívó fia, Maracskó Tibor olimpiai ezüst és bronzérmes világbajnok 5-tusázó és Nagy István neves vállalkozó műgyűjtő is. A beszédeket követően az emlékezők elhelyezték a kegyelet virágait az emlékműnél.